ezeket a dömpereket Dél-Afrikában gyártják Bell cég. Mercedes motor van benne, most billent. Nagyon jól látszik, hogy a munkaenger mögött az a lánc, az nyitja ki neki a hátsó ajtót. Ahogy billent. Lebillentette. Derékcsuklós gépet, nem a kormányfordul kanyarodás, hanem a fülke mögött az egész váz ilyen csuklópontszerűen van kialakítva. Minden tengelye hajt, minden kerék differenciálzárral ellátva, iszonyatos terepjáró képessége van. Találtam egy dobókockát, el kéne vinni a többi közé. Körülbelül három tonna ránézésre. Ha kigörgettem ide a partra, megpróbáljuk beletenni a kanálba. Aztán elvinni a többi beton közé. Mint a kanál. Nem egyszerű. Láztat megtámasztottam. Bennmaradt. Most pedig elvisszük. Utat adunk a tömpernek. Ne zavarjon minket. Épülni. Itt mögötte, amerre nézek, egy mozi, meg egy kávézó, és ott, ahol már a másik területen dolgoznak, sok gép, ott meg házak fognak épülni, lakóházak. Ablaknyitás Liebherr módra, nagyon igényes megoldás, két részből áll az ablak, ebből az alsó részből, és egy felső részből. A felső résznél ezt a két gombot meg kell nyomni, és akkor az egész ablak felnyílik a fejem fölé.
megint megnyomom a gombokat, akkor vissza lehet csukni. Az alsó rész alatta van ennek a az üvegnek, és az alsó üveget ebben a sínben ide fel lehet tolni, és akkor az a két üveget egyszerre lehet kiemelni, és az egész gép eleje szabaddá válik. Ehhez viszont ezt az extentet át kell fordítani, hogy az üveg kijöjjön a nút irányába. Másik oldalon is. Utána ezt a két fület meg kell nyomni, felhúzzuk a nútba, rögzítjük, és az egészet két ablakot egyszerre fel lehet nyitni a fejük fölé. Az egész gép egész eleje nyitva van. Egy nagyon jó megoldás, nagyon igényes. Utána visszafelé ugyanígy, leengedjük. Itt van egy rés, tehát ezt szentereket átfordítjuk, és már záródott is. Akkor most rakodni fogunk. Leengedjük a gépet. Legalább 2 méterre magasabban vagyunk, mint a plató. Teherautó platója. Így könnyen belelátunk. Elsőre úgy tűnik, hogy ez a rakodás, egy teherautó rakodás, az olyan szórjad, mint bolonda lisztet munka. Mert meglátjuk, hogy ez nem teljesen így van. Sár miatt hatalmas rögök áll össze a föld. Óriási dránt a platón. A sofőr megemeli egy kicsit a platót, mert a fülkében egy kijelzőn látja, hogy hány tonna van a platóban. Egy mérő van, egy mérleg van beépítve, és ha elérte a megfelelő súlyt, akkor úgy jelez nekem, hogy visszaengedi a platót. Akkor tudom, hogy be kell fejezni a rakodást. Óvatosan kell rakni. Ha mellé hullik, az nem baj. A szélén ne lógjon túl, a plató szélén ne, ott villegés egyensúlyoz néhányről, ráesik valami autóra, abból balhé van. Nagyon vizes, sáros. Érzem, hogy ahogy kinyújtom a gémet, a láztap süllyed bele néhány centit a súly miatt. A kollega megy közelebb rakodni nekem a földet. Olasz kollégám van, Mauritius. Vagy Mauricio. Nem tudom, hogy mondják ők. A szélén van, azt illik visszanyomni.
Telegraph Plateau, akkor lesz érdekesebb a dolog. Hajlamosak a rögök túlgördülni a plató szélén, hogy megállni a oldalfalon, óvatosan kell rakodni. Időnként meglapogatjuk. Most kezdve érdekesebb lenni. Visszaengedte a platót. Azt jelenti, hogy elég, megvan a súly. Ilyenkor meglaporatjuk. Majd ami a oldalfala van, azt megpróbáljuk lepiszkálni. Például így. Visszatoljuk. Mérőt is laporatás. Majd dudából jelzünk, hogy elég. Bát. Ráhúzza a hálót. Itt előírás. Le kell hálózni minden ömlesztett rakományt. Automatikusan működik. Puder! Valaki egy ruhát hozott. Okay, thanks. Yeah. Valaki egy ruhát hozott. Másik teherautó már ott várja, hogy ez kimenjen. Mutatnám a gépet, 26 tonnás Liebherr fordtórakodó. Fülkéje tipikus német szisztéma szerint épül fel. Minden a helyén van, minden ergonomikus, hátsó kamerával. Kompresszor beépítésű súlyra állítható üléssel. Beülünk a gépbe. Kulcsot behelyezzük. Egyet. Gép leellenőrzi önmagát, kéri a kódot. A funkciógombok mellett a nagyobbik számok, azok a
kódnak a számai. Elforradta. Indítunk. A kameraképe megjelent a képernyőn. Üzemanyagtan tele, vízhőmérséklet jó. Tázt adunk. Semmi nem történik, egészen addig, amíg a kezünkkel közelíteni nem kezdünk a kar felé. Egy centire kartól a motor felpörög, majd megfogjuk, és már dolgozhatunk is. Amint a kart elengedtük, visszatér az alapjárat.